Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a YouTube csatornámon! Ma egy nagy ruhás haul videót hoztam nektek. A ruhák egy részét magam szereztem be, a másik részét pedig a YesStyle csapatától kaptam, magam válogathattam össze jó néhány darabot. Természetesen, mivel készülődünk nyaralni, így e körül forogtak a gondolataim, tehát arra koncentráltam, hogy főként olyan darabok legyenek, amelyek egyrészt máshova is felvehetőek, de főként nyaralás során is tudja őket majd viselni. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, hogy miket szereztem be, és én ezeket hogyan képzeltem el felvenni, tehát outfit ötleteket is fogok nektek mutatni, akkor tartsatok velem. Nos, tehát akkor vágjunk is bele. Az első dolog, amit magamnak szereztem be a Zarából, egy kicsit kalandos úton, az nem más, mint ez a rövid nadrág. Egyrészt szerettem volna egy olyan rövid nadrágot, ami egy picit hosszabb, mint ami most rajtam van, és bővebb a szára is, és így még keskenyebbnek láttatja a combokat, viszont világos színben. Sötétebb színből már szereztem be a Stradivariusból egyet, azt mutattam szerintem egy korábbi videómban nektek, viszont abból a fazonból csak ilyen nagyon kivágott, szaggatott volt a Stradivariusban, viszont megláttam ezt a Zara honlapján. Nálunk most Debrecenben jelenleg zárva van a Zara, mert felújítják, úgyhogy csak online tudtam rendelni, és ennek meg is volt az a hátulütője, hogy rossz méretet rendeltem először ebből a fazonból, 34-eset, mert hogy általában 34-eseket hordok mindegyikből, viszont ebből 36-os kellett, úgyhogy visszaküldtem, újra rendeltem, és végül is megérkezett hozzám a tökéletes, világos kék rövid nadrág. Szintén szaggatott az alja, amit nem szerettem volna, de igazából ettől eltekintek, illetve az oldalán van egy pici ilyen felvágás, ami még nagyon-nagyon tetszik. Egy egyszerű, nagyon kényelmes, jól variálható arab darab, akár egy magas sarkúval, akár papucssal, sportcipővel, bármivel fel tudjuk venni. És hát ugye, ha már nyaralásnál tartunk, akkor egy ilyen rövid nadrág szerintem elengedhetetlen a nyaralás során is. Még mindig a nadrágoknál maradva és a farmer nadrágoknál a YesStyle oldaláról egy ruháscsomagot válogathattam össze magamnak tőlük, és szerettem volna már régóta kipróbálni az egyenes szárú farmert, ezért esett erre a választásom, ami nagyon tetszett, hogy itt oldalt szabályozható a gomb része, tehát lehet akár szűkebbre is húzni, hogyha valakinek vékonyabb a dereka. Egyébként egy ilyen egyszerű, világos kék koptatott farmer, az egyetlen gondom vele az az, hogy egy picit rövid a szára, meg fogjátok látni, megmutatom, hogyan néz ki felvéve. A YesStyle az egy koreai webshop, bőrápolási termékeket és ruhákat, kiegészítőket, rengeteg mindent találtok náluk. Én imádom a ruháikat és a bőrápolási termékeiket, a ruhákban még soha nem csalódtam. Most az egyetlen, amit nem vettem észre, az, hogy ahogy mondtam, a derékban tökéletes, viszont a szára egy picit rövid nekem. Egyébként ez a klasszikus egyenes szárú fazon. Nem tudom, mondtam, hogy SS méretet rendeltem belőle, és még mindig a nadrágoknál maradva, ami viszont tökéletes lett és csodálatos darab, szintén a YesStyle webshopjából, ez a vajszínű bőszárú nadrág, hát ezt egyszerűen imádom, meg fogjátok látni felvéve, milyen gyönyörűséges. Ezzel a felsővel tervezem majd a nyaraláson fölvenni, és egy rózsaszín papucsa, rózsaszín táskával. Szintén a YesStyle oldaláról van ez a felső is. Ez egy szedben volt, ugyanilyen kötött kis szoknyával és kardigánnal. Nagyon szuper termékeket lehet kapni, tök jó áron náluk. Ennek pedig nagyon különleges a kapcsolója, ugyanis itt át kell bújtatni, és úgy kell begombolni ide. Így néz ki felvéve. Tényleg ez egy bőszárú, nem túl rövid, nem túl hosszú, fantasztikus, ilyen nagyon puha, sejmes anyagból van ez a nadrág. Többféle színvariációban volt kapható, azt hiszem még szürke és fekete is volt belőle. És most jön néhány olyan darab, amit kizárólag nyaralásra választottam magamnak, máshova szerintem nem is igazán fogom felvenni. Az egyik, ez a gyönyörűséges horgold felső. Ezt a New Yorkerben találtam, mindössze 2000 forintba került, le volt árazva, és az SS méretet választottam, az XS-es egy picit szűk volt. Szóval ezt például farmer rövid nadrággal, egy fürdőruha felsővel, amikor megyünk le a strandra, nagyon-nagyon jól tud kinézni. Már régóta szerettem volna magamnak egy ilyen horgolt felsőt, és nagyon örültem, hogy rákattam. Volt belőle rózsaszín variáció is, de nekem ez a fehér jobban tetszett. Még egy csodás dolog, amire szintén a New Yorkerben akadtam rá, az nem más, mint ez a strandruha. Ez 5290-re volt leárazva, 13.990 forintról. Ez egy ilyen gyönyörűséges, hosszú ujjú, bokáig érő, oldalt felvágott strandruha. Nagyon picike kis strasszkövekkel, természetesen ezt is meg fogom mutatni nektek felvéve, hogyan néz ki.
Azt hiszem, hogy XS-eset vettem belőle, de volt belőle SS méret is, de ez tökéletes. Fürdőruhára felvenni nagyon-nagyon jól fog kinézni. És akkor menjünk tovább az utolsó három szépségre. Az egyik, az valami fantasztikus szerintem, egy gyönyörűséges ruha. Ez egyébként azóta, hogy megkaptam a csomagot, már volt is rajtam, ráadásul egy esküvőn viseltem ezt a fantasztikus selyem ruhát, fekete-fehér színben, hátul masnival, és ez egy ilyen váll nélküli, kicsit ilyen 90-es évek stílusára hajazó ruha, zseniális minőségű, belül itt van egy ilyen szilikon rész, hogy ugye ne csúszol le olyan könnyen, alul a szoknya alatt van egy plusz szoknya réteg, nagyon csinos, és amit még nagyon szeretek a Yes Style oldalában, az az, hogy a vásárlók befotózzák a termékeket felvéve, tehát látom, hogy hogyan néz ki. Többen panaszkodtak rá, hogy túl bő volt rájuk derékban, ezért egy picit féltem tőle. Egyébként ebből is SS méretet rendeltem. Először fordított színkombinációban szerettem volna, tehát hogy fehér a ruha, fekete a masni, de az már időközben elfogyott az én méretemben, ezért maradtam a fekete-fehér verziónál. Ez a következő ruha egy tipikus nyaralásos, vacsira menős ruha, legalábbis nekem. Már nagyon régóta szemezek ilyen típusú ruhákkal, amiket egész mélyen kivágottak itt elő, de eddig még sosem mertem bevállalni. Úgy gondoltam viszont, hogy a nyaraláson azért fel fogom venni és kipróbálom. Szóval ez egy előbb ilyen végkivágású, hátul mintha egy top lenne, hosszújú, és nyitott hátú, hosszú ruha, ami szintén többféle színvariációban volt kapható, azt hiszem volt rózsaszínnel, sárgával, még lehet zölddel is, de valahogy nekem ez a kék tetszett a legjobban, nekem ez most olyan nagyon nyaralós hangulatú a kék színnel. Kényelmes, pont jó a méret, ebből is SS-et választottam magamnak, ilyen kis könnyű, vékony anyagból van, úgyhogy ez egy nyáresti vacsihoz, akár nyaralásos vacsihoz szerintem nagyon jól tud működni. Az utolsó darab pedig, amiből azt hiszem lehet, hogy az utolsó SS-t hoztam el, egy ilyen nagyon szép plisszírozott selyem ruha, zöld és rózsaszín virágokkal, ez ilyen térd alá ér nekem körülbelül. Ami még nagyon tetszik benne, hogy van egy ilyen alsó ruha hozzá, amit egyébként más ruhákhoz is majd föl lehet venni, hogyha egy kicsit ilyen átlátszósabb dologról van szó. Természetesen ezt is megmutatom nektek, hogyan néz ki felvéve. Nagyon kényelmes, akár övvel, akár öv nélkül is viselhető, egy papuccsal, egy hűvösebb időben egy magas sarkúval, egy kis vékony blazerrel nagyon jól tud kinézni, tehát ez is egy ilyen kis jól variálható, több évszakban használható darab. Erről a ruháról viszont nem volt fent fotó, senki nem fotózta be, úgyhogy ezt így bevállaltam, hogy a SS méret valószínűleg jó lesz rám, és szerencsére pont jó is lett. Úgyhogy igazából én ennyi lettem volna már, ha érdekelnek titeket a ruhákkal, alul az infoboxban minden információt meg fogtok találni, a kedvezményre jogosító kuponkódomat is és a részleteket, hogy hogyan tudjátok használni. Ha van kedvetek, nézelődjetek a Yes Style oldalán. Szerintem nagyon jó minőségű dolgaik vannak is, különlegesek, tehát nem fognak szembe jönni valószínűleg az utcán. Én ennyi lettem volna már, ha tetszett ez a videó, dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek, meg találkozunk legközelebb. Sziasztok!